a zöld hulladéknak ez a kihelyezése nem megfelelő, sőt a zsákok sem megfelelő, a szolgáltató rendszeresített zsákokat, azon felirat található, díjmentesen biztosítja, sajnos ezen nincsen, úgyhogy ez illegális hulladékként a lerakóra fog kerülni. A Kisvölgy utcában a híd alatt vagyunk. Ősszel Eger kiskertes övezetében nagyon sokan egyébként helyesen nem égetik el a zöld hulladékot, hanem kihelyezik a házak elé. Amennyiben viszont az ágakat nem kötegelve, a lombot pedig nem a megfelelő, az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Által biztosított zöld zsákban helyezik ki, akkor ez illegális hulladéknak számít. Nem a komposzttelepre, hanem jelentős összegért a hulladéklerakóba szállítják, és ott ártalmatlanítják. A városon belül a legtöbb illegálisan elhelyezett szemetet korábban a szelektív hulladékgyűjtő szigetek körül találtak. Ezeknek a számát az elmúlt időszakban lecsökkentette az önkormányzat a szolgáltatóval közösen, de ez mindennapi problémát okoz, az itt megjelenő hulladék, illetve vannak olyan régióink, illetve olyan megszokott helyszíneink, mint például a Kisvölgy utcában a viadukt alatti terület, ahol folyamatosan visszatérő probléma építési törmelék, zöld hulladék és a kommunális hulladék is. Városon belül az utóbbi időben sokat javult a helyzet. Az illegálisan elhelyezett kommunális és építési hulladék jellemzően Eger külterületén alig néhány száz méterre a lakóövezettől jelenik meg. Ha idáig eljutott, innen körülbelül 600 méterre van a hivatalos városgondozás által üzemeltetett inert hulladéktelep, ahol ezt átveszik. Takács Lászlóval, a mezőri szolgálat vezetőjével egy óra alatt viszonylag szűk területen legalább 20 illegális szemétlerakót néztünk meg, ami Eger jellegéből adódóan jellemzően a szőlők között található. A régi Szalóki úti szeméttelep helyén levő és már említett inert hulladéklerakóban évente háztartásonként 600 kg építési bontási törmeléket le lehet rakni teljesen ingyen. Bármiféle olyan úgymond lomot, ami vagy lomtanításkor visznek ugye el, vagy ha ezen kívül keletkezik, ami ugye nem fér bele a kukákba, az pedig a Homok utcán, a hulladék udvarba lehet leadni, az pedig 250 kg negyed évenként, amit ingyenesen meg lehet tenni, nyilván az e fölötti részért fizetni kell. A szemétkupacokat elnézve nagyon sok adóforintot meg lehetne spórolni azzal, ha ezeket a hulladékokat vagy a városban, a Homok utcai hulladékudvarban, vagy a Szalóki úti inert hulladéklerakóban helyeznék el. Ugyanis az illegális szemétlerakók felszámolása a sikeres felderítések és tettenérések kivételével mindig az önkormányzatok számláját terhelik, ami közpénz, az adófizetők pénze.